Itt vagyunk a Nemzeti Lovardában, ahol az imént ért véget a felnőtt fedeles bajnokság döntője, és a győztessel Szuai Gyulával beszélgetünk. Hogy érzed magad néhány perccel a győzelem után? Most már egy kicsit jobb még a közvetlen a verseny után. Még főleg az, hogy volt utánom 4 induló, és neki kellett ütni egyet, hogy megnyerjem a versenyt, és az volt izgalmasabb. Azért gondoltad, hogy megnyered? Számítottál egyébként? Igazándiból nem, mert egy friss újabb lóval vagyok, hogy nem olyan rég lovagolok 2 hete. Kaposváron mentem vele először. Most ez a második versenyünk, és a jobbik lovam, rutinosabbik lovam, az tegnap ütött egyet. Vele kevesebb hibapontom volt, 0 hibapont, a másikkal 4 hibaponttal indultam volna, ezzel voltam esélyesebb. Itt a közvetítésben Szebényi Dani említette, hogy volt néhány ugrás, ami egy kicsit necces volt. Mit gondolsz erről? Amint előbb is beszéltem, hogy nem olyan rég lovagolom ezt a lovat, még lovagolatlan nem szoktunk annyira össze, és itt elég technikás pályákat csinált Karádi Laci barátom, és emiatt volt nehéz helyzet, egyik szűkebb távolságú bővebb, és a nagy vágtája miatt, meg lovagolatlansága miatt nekem ezeket nehéz volt korrigálni. De a ló képessége segített nekem ebbe, hogy ne legyen probléma. Még az egyéb versenyszámokban is rengeteg lóval indultál, mesélj ezekről néhány szóban, foglald össze, légy szíves az itteni teljesítményedet a hétvégén. Indultam 3-5 éves lóval, Kalasnyikov 3. lett, Beluga is jól ment végig hibátlant, most a döntőbe összevetésbe az utolsót ütötte, és Ciao Bella egyet ütött a lappáján a 3. nap a döntőbe. Ezek nagyon ígéretes lóim, bennük bízok, hogy a jövőbe ők lesznek az utánpótlás. Beszélj egy kicsit, légy szíves, a felkészülésedről, hogy hol készülsz ezekkel a lovakkal, és mennyit gyakorolsz egy nap, egy héten? Otthon Miskolc mellett 10 kilométerre, naponta 8-10 órát dolgozunk, 200 ló van a telepen, abból 80 ló dolgozik intenzíven, nagy üzembe. Minden ló eladó nálunk. Ez egy kereskedő istálló, fő tevékenység, hogy menjen az adásvétel, meg hogy Magyarországon, meg Kelet-Európában kiszolgáljunk minden vevő körünket. Akkor most ezzel bezárult a fedeles szezon, jön a kinti. Mik a terveid erre az esztendőre? Most lesz 3 hétvégén egymás után Ebreisdorfba. Oda szeretnénk kimenni, ott van mindenféle kategória, fiatal lovaktól, felnőtt kategória, nagy díjak, és oda szeretnénk menni több lóval, ott felkészülni szezon elején a elkövetkezendő többi versenyre. Az egy elég jó felkészítő verseny, ott jó talaj, jó körülmény. A nemzetközi szereplést részesíted előnyben az itthonival szemben? Én szeretek itthon versenyezni, az itthoni közönség előtt, de nemzetközi versenyeken több tapasztalatot lehet szerezni, mint itthon. Szűk volt a 4 vágtaugrás, de eddig hibátlan, így jön az utolsó vonalra. 5 vágta, utána 6. 5-5 választott, és szerencse. Hibátlan 65,3 század másodperc alatt az első olyan lovas, aki a 2014-es döntőt hibapont nélkül fejezi be. Szuhay Gyula Kessingerrel.